Szeretettel köszöntök mindenkit, szervusztok gyermekek, üdvözlöm a szülőket, minden jelenlévőt. A 8. Városi Gyermeknapon, melyet a Szebb Hónapért Közhasznú Egyesület, Csepregváros Önkormányzata és a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár rendezéséből valósulhatott meg idén 2015-ben. És el kell mondjam, még mielőtt ismertetném a programsorozatot, hogy igénybe lehet venni ingyenesen a csúszdát, lesz ingyen ugrálóvár, azaz már rendelkezésre is áll. Ingyen kisvasút a szervezőknek köszönhetően 4 és 6 óra között, egyébként pedig 500 forint lesz a kisvasútnak a díja, de 4 és 6 óra között meg lehet rohanni a nénit, és lehet használni a nagyon jó kisvasutat. Közben tűzoltósági bemutató, azaz be lehet öltözni, ki lehet próbálni, le lehet fényképezkedni az urakkal, és még emellett egy nagyon-nagyon jó kis program, itt rögtön a jobban ma már látni teljes harckészültségben a fekete sereget, itt is nagyon-nagyon jó kis programok, többek között harcászati bemutatók, lehet célba dobni, és mindenféle olyan dolgot művelni, ami egyébként szerintem főleg így gyermekfejjel nagyon izgalmas és jó. Egy rövid ismertető, pontosan 3 órakor, vagy maximum pár perc késése, hiszen már 3 óra van, a dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola néptánc csoportjának műsorát láthatják. 15 óra 30-as kezdettel Csepregváros Kisvirág és Rózsaszilom Mazsoret csoportjának előadása. 16 órától Budó Ese Aikido Csepregi szakosztályának bemutatója, Kardos Attila vezetésével. 17 órától pedig a Hunyadi Mátyás Fekete Sereg részlegének egy nagyobb volumenű bemutatóját láthatják. Aztán 18 órától jön Louis, a Virág Rekorder bűvész, varázslatos produkciója, és 19 órai kezdettel pedig az Iszkiri zenekar koncertje. Hogyha esetleg nem sikerült volna ízben tartani, hogy pontosan milyen sorrendben és mi minden lesz, több helyen megtalálható a kifüggesztett program, és a kísérő programok pedig természetesen a nap végéig rendelkezésre állnak. Ingyenes csillámtetoválás, szintén itt a jobb oldalon arcfestés, és hát ugye a Hunyadi Mátyás Fekete Sereggel a folyamatos bemutató, célba dobálás, mindenféle finomság. Aztán még ami fontos, hogy nem valósulhatott volna meg ez a május 29-i Városi Gyermeknap a támogatók nélkül. Ez pedig nem más, mint a Vas megyei Közgyűlés Civil és Nemzeti Kapcsolatok Bizottsága, Csepregváros Önkormányzata, Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár, Csepregváros Területi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, a Szebb Hónapért Közhasznú Egyesület, a Csintalan Ifjúsági és Turisztikai Egyesület, valamint Edő Csandra a közreműködése nélkül. Most pedig következik a dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola néptánc csoportjának a bemutatója. Jó szórakozást! Mikrofonokat!
utazom ki. Hadd mulassak, mint Rófifi. Nem vagyok én csak a kárki, nem vagyok én csak a kárki. Köszöntök minden kedves gyermeket, tisztelt szülőket, kedves vendégeinket. Engedjék meg, hogy Suhanics Albert Nagyon jó a gyermeknap című versével köszöntsem önöket. Kíváncsi vagyok, gyerek még, ünnepelni szeretnék. A gyermeknap olyan szép, azt akarom, velem légy. Fogd meg a kis kezemet, már indulok is veled. Hova nem megyek, ovi, ma nem megyek oviba, hová viszel, moziba? Állatkertbe mehetnénk, legyen olyan szerencsénk, hogy süssön a fényes nap, s én legyek, ki fagyit kap. Bábszínházat akarok, könnyes szemmel kacagok, hol van sok vidám gyerek, oda megyek el veled. Estélre elfáradok, hozzád bujok, láthatod. Nagyon jó a gyermeknak nap, de legjobb, hogy velem vagy. Azt kívánom a mai délutánon és a mai gyermeknapon mindenkinek, gyermekeknek elsősorban, hogy érezzék nagyon jól magukat, és ami a legfontosabb, hogy szeressék szüleiket, sőt szeressék egymást. Kellemes szórakozást és jó gyermeknapot kívánok mindenkinek!
Thank you.